Nagyon közel van már Instagramon a 40 ezer követő, és hogyha meg leszünk 40 ezeren, tudjátok, akkor egy hétig lesz 5 nap, hétfőtől péntekig, vagy amilyen napokra esik, valószínűleg hétfőtől péntekig, 5 videó lesz egymás után. Úgyhogy ha ez jól hangzik számotokra, akkor kövessetek Instán. Na, jó reggelt kívánok! A mai videó egy vlog lesz, méghozzá egy tanulós vlog, ugyanis múltkor csomóan írtátok, amikor múltkor, hát januárban készítettem egy ilyen tanulós videót, amiben a fő célom az volt, hogy a vizsgákra felkészüljek, és meglepően sokan írtátok azóta, hogy nem tervezek még ilyet, mert hogy az titeket tökre motivált, és hát én meg úgy vagyok fel, hogy dehogy nem, ugyanis tanulnivalóból kevesebb nem lett, több sem, mert most nem kell azért annyit tanulni, mint a vizsgákra. Nyilván most egy hétre sűrűsödtek össze az EH-k, meg előadásokat is tartok, kettőt. Egyébként ez tök érdekes, de két tárgyból is előadást tartok a héten, és az egyik tárgynál úgy választottuk ezt ki, hogy ki mikor tart előadást az adott műből, hogy húztunk, hogy mit tudom én, és akkor rajta volt, na értitek, hogy kisorsoltuk, hogy ki mikor, akkor is erre az EH hétre húztam ki magam, illetve volt egy olyan, hogy választani van a másik tárgyból, meg választani lehetett, hogy melyik könyvet szeretnéd elolvasni. És nekem az egyiknek a címe annyira tetszett, meg utána kerestem a neten, és annyira tetszett így az egész, hogy azt választottam, és az is ezen a héten van, amikor ZH-kat írunk. Szóval én még a két előadással is nagyon megnehezítettem a dolgom, hogy nem csak a ZH-kra kell készülnem, hanem a két előadást is meg kell tartanom. Hűséges háziállatom itt van mellettem és segít. Titkárnő Ilona beosztja az időmet, tudja mit mikor, úgyhogy így nincs nehéz dolgom. Amivel most fogjuk kezdeni ezt a tanulási procedúrát, az nem más, mint a szociológia történet előadásomra való felkészülés. Ez úgy zajlik, hogy elolvasok egy adott művet, jelen esetben Max Horkheimer a társadalom filozófia jelenlegi helyzete című művét, és vagy ez csak egy részlet? Nem. Ez a teljes, igen. Tehát igen. Ezt elolvasom, majd ezt PPT-ben a lényegi részeket ki kell emelnem, értitek, hogy mi egy előadás? Na, igen. És el kell mondanom, hogy én mit tartottam ebből fontosnak, felépíteni, stb. Először most az lesz, hogy elolvasom ezt a... Egyébként nem olyan hosszú, 400... Hát kb. Ilyen 20 oldal. És elolvasom ezt a 20 oldalt, közben megpróbálok jegyzetelni, vagy így megjegyezni a dolgokat, mert az ilyenkor mindig sokkal könnyebb, és utána lehet, hogy azért, hogy motiválja magam, el fogunk menni valahova összeállítani a PPT-t, meg az előadást kitalálni, de lehet, hogy itthon maradok, szóval ezt még nem tudom. Elnézést, ez nem így működik, hogy elalszunk a második percben, tehát, hogy egy könyvet olvasunk éppen, nagyon fontos információkkal. Így hogy fogsz nekem segíteni? Amúgy ne haragudj, Ilona, de be foglak köpni a követőimnek, ugyanis az történt, hogy a könyvtárból kikölcsönöztem egy könyvet. Mert el kellett olvasnunk az I és Gyula puszták népét, teljesen mindegy, de ahogy itt láthatjátok, ez a könyv elég furcsán kezdődik, tehát mintha hiányozna egy lap. Nem gondolod, Ilona, hogy innen hiányzik egy lap? Tehát, hogy rá szeretnék kérdezni, hogy itt mi történt. Elmesélheted te is, vagy elmondom én? De abban nem lesz köszönet. Szóval az történt, hogy én a könyvtárból kikölcsönöztem egy könyvet, és elkezdtem olvasni, és az úgy hagytam itt az ágyon, hogy az első oldal, tehát így volt kinyitva, hogy így az első oldal volt felül, és így hagytam itt az ágyon, nem gondoltam, hogy bántódása eshet, és mire visszajöttem a konyhából, mert szerintem vagy vacsorát csináltam magamnak, vagy valamit megmelegítettem a mikróban, nem is emlékszem, hogy mit csináltam, vagy miért mentem ki a szobából, mire visszajöttem, de szerintem maximum egy 5-6 perc volt, az első, igazából csak először azt vettem észre, hogy ilyen papír miszligek vannak a földön. És mondom, ez mi? Így el is felejtettem, hogy most ez lehet ez a könyv, vagy így bármi. És így utána a kezembe fogtam ugye a könyvet, és láttam, hogy hiányzik egy lap, és miszligek vannak mindenfele. És aztán láttam meg, hogy ezekkel éppen az Ilona játszadozik, és kitépett egy lapot a könyvből, az első oldalát,
de úgy, a könyvtári könyvnek az első oldalát, de úgy, hogy nem az, hogy vissza lehetett volna ragasztani, nem ilyen ekkora cafatokba volt megtalálható a lakásban. A lakás minden területén, vagy hát a szoba minden területén ez a papír lap. Ki kellett fizetnem a könyvtárnak a könyvet, de cserébe van egy I. és Gyula puszták népe kötetem, amiből hiányzik az első oldal. De, ja, szóval köszönjük szépen, Ilona. Remélem, jót játszottál azzal a elcsámcsogott papírlappal. Megérte kitépni? Megérte kitépni? Na, végigrágtam magam a szövegen, és ez pont, tudjátok, az a fajta szöveg, amikor egy mondatot ilyen 83-szor kell elolvasni, mert elfelejtesz odafigyelni egyáltalán a mondatra, illetve nagyon-nagyon nehéz megérteni, már csak azért is, mert 1931-ben íródott, hát nem egyszerű a nyelvezeten, nekem mindig olyan furcsa belegondolni, hogy emberek ilyen okosak. Szóval hiába mondtam, hogy csak 20 oldal, ez a 20 oldal, ez olyan volt, hogy még 2 óra alatt olvastam el, vagy nem is, hány óra van? Jó, közben kicsit amúgy nyomkodtam a telefonomat, de kb. 2 óra alatt olvastam el, ami azért elég sok. Így sem tudom azt mondani, hogy fú, nagyon-nagyon értem, és most utána keresek az interneten, elolvasgatok róla mindent, és utána megpróbálok összehozni egy prezentációt ebből. Meglátjuk. De most természetesen egy kis szünetet fogok tartani, mert ez így nem állapot. Nekem most szünetre van szükségem. Egy kis motiváció gyűjtés gyanánt, ugyanis most azt érzem, hogy betelt a fejem, vagy hogy mondjam. Kicsit besokkaltam igazából. Rendeltem magamnak egy kis elemózsiánt, hogy nem tudom, feldobjam a kedvem. Egyébként ez nekem nálam mindig nagyon jó motiváció, hogyha tartok egy kis szünetet, és eszek valami finomat, vagy iszok valami finomat, akkor utána újult erővel lehet nekilátni a dolgoknak. Na mindegy, ez egy málna szirupos zöldtea, illetve rendeltem annak egy szendvicset és egy muffint, mert most úgy érzem, hogy erre a motivációra nagyon nagy szükségem van. És közben itt belekezdtem egy kis munkálkodásba, egyébként ez vagyok konkrétan, hogy semmit nem fejezek be, de mindent elkezdek, és akkor újra blablabla, mert nem tudom, még az is háte van, és akkor gyorsan pánikolásból belekezdek valamibe, mert ugye nyilván összeírtam magamnak, hogy miket szeretnék megcsinálni most hétvégén, és nálam nagyon hamar jön el az az időszak, hogy úristen, már szombat délután van, és ezt se csináltam meg, meg még ezt sem, meg blablabla, ezért nem tudok egy dolgot befejezni, hanem mindenbe belekezdek, és semmit nem fejezek be. Mármint egyszer majd befejezem, csak nem olyan tempóban, ahogy kéne. Szóval, az is egy feladat mára számomra, hogy ezekbe a dobozokba, amik itt vannak a hátam mögött, bele szeretnék pakolni olyan ruhákat, amiket jelenleg nem hordok, mert még nincs nyár, és csak úgy foglalják a helyet a lakásban, ugyanis tudjátok, hogy egy egyszobás lakásban élek, és nagyon korlátozottak az ilyen pakolási lehetőségek. Úgyhogy mindent megpróbálok kihasználni, úgyhogy a Pepco-ban vettem egyébként ezeket a dobozokat, és bele szeretném pakolni azokat az ingeimet, esetleg pulcsikat, pólókat, szóval minden olyan ruhadarabot, amit vagy nyáron hordok, vagy nagyon ritkán, hogy ne legyen itt szem előtt, illetve, ja, mert ugye van ez az akasztósom, meg van ez az akasztósom, ami most szintén egyéb ruhák is vannak, úgyhogy ruhák szempontjából most nagyon felfordulás van a lakásban, de én látom a végét, és tudom, hogy mit akarok csinálni, úgyhogy igazából annyi a lényeg, hogy elpakolom azokat a ruhákat, amiket jelenleg nem használok, vagy amúgy sem annyira gyakran, úgyhogy megférnek egy ilyen dobozban mondjuk az ágy alatt. Mert ugye nincs az ágyamnak ágydömitartó, és egy csomó hely van alatta, és rájöttem, hogy oda tehetnék dobozokat, és beletehetnék olyan dolgokat, amiket nem kell, hogy szem előtt legyen folyamatosan. Úgyhogy most ebbe is belekezdtem, de most eszem, mert nagyon éhes vagyok. Szerintem, ha egy dolgot kéne elmondanom, hogy minek vagyok mostanában a függője, az egyértelműen ez a pesztós csirkemelles szendvics a Starbucksból, a szalt paradicsommal. Egyszerűen ezt nem, én ezt nem... Szerintem egy héten ilyen háromszor simán eszem ezt. Sőt, lehet, hogy többször is, mert annyira megkívánom, hogy nagyon. Illetve most csak így a tanulás miatt, illetve azért, hogy nem tudom, megjutalmazzam magam, rendeltem egy ilyen cuki muffint, meg a teát. Eddig ezt a két dobozt így telepakoltam olyan ruhával, ami vagy nyári, vagy nem annyira használom, úgyhogy ezt... Hány doboz van még? Van még igazából 4 doboz, és ezeknek is ez lesz a célja.
Este fél kilenc van. Én papíron 4 órát szántam ennek az elolvasására és összerakására. Délután olyan 2:30 körül kezdtem el ezt az egészet. Most 20:35 van. És még nem végeztem. De megmutatom, eddig amúgy viszonylag szép a prezentációm. Hihi. Így néz ki. És igazából már szerintem nem sok van hátra. Szóval most tartok a 495. oldalnak a prezentációba való fogalmazásán, és a 497. oldalig kell eljutnom. Úgyhogy mindjárt kész vagyok, és nagyon várom már a pillanatot, hogy azt mondjam, hogy kész vagyok. Kész! Kész vagyok. Úgyhogy nagyon örülök. Igazából még amúgy nem vagyok teljesen kész, mert de azt majd hétfőn délután szeretném, hogy a saját jegyzetemet, ugye, mert ezt elő kell adnom ezt a prezentációt a többieknek, meg a tanárnőnek. Szóval a saját jegyzetemet majd hétfő délután fogom megírni, mert kedden lesz ez az óra, és most ma szombat van, szóval addig még ezerszer elfelejteném, hogyha most írnám meg a kis jegyzetemet hozzá, úgyhogy hétfőn újra neki látok ennek, és átnézve a diákat, illetve a könyvet újra, megírom a jegyzetemet, és mehet is az előadás. Erre nem számítottam, hogy most ez ennyire nehéz lesz, de én most egy ilyen szöveget kaptam, vagy hát nem kaptam, mert ugye ezt csak így kihúztuk egy kalapból, hogy ki mit ad elő, és nekem sikerült ilyen nehéz szöveget húznom, úgyhogy szuper, de igazából már mindegy, mert kész vagyok vele. Itt tartunk most. Végül mind a 6 doboz tele lett ruhákkal, ahogy sejtettem, sőt lehetne több is, csak valamiért azt gondoltam, hogy több nem fér kényelmesen az ágy alá, de bőven több férne kényelmesen az ágy alá. Itt még jelenleg ez a harci helyzet, de ezek már azok a ruhák, amiket szeretném, hogy elől maradjanak. Jaj, elnézést, azok az alsógatyáim és a zokniaim. Top secret. Itt vannak a fekete pólóim, ide gyűjtöm, vagy hát itt van, gyűjtöm, szóval itt vannak azok, amiket csak így aláveszek, hogyha felveszek egy inget, és akkor aláveszek valami fekete vagy fehér pólót, azok ebben vannak. Itt vannak a nadrágjaim, és most elővettem a rövid nadrágjaimat is, mert lassan már ideje lesz. Ezt a Zarában vettem, ezt a 3 opciós válfát, és mindenhol 2-2-2 rövid nadrágot akasztottam, és ebből van még egy, ami üres, és jelenleg nincs több olyan rövidnadrágom, amit idén-nyáron is terveznék hordani, úgyhogy még ezt meg lehet tölteni rövidnadrágokkal. Itt ne... Jaj, jó napot! Itt nem igazán történt változás, mert itt nem is kellett, hogy történjen. Úgyhogy lassan meg vagyok a ruhás projektemmel, és akkor már nagyon büszke leszek magamra, mert végeztem a tanulással is, nagyjából, és a rendrakással is, úgyhogy ez egy nagyon produktív szombat. Jelenleg kb. Ilyen 22:15 van, és még nem is vacsoráztam, szóval kéne ennem is valamit, mert éhes vagyok, meg nyűgös, meg hisztis, na, viszlát! Hulla vagyok, vacsoráztam, sushi tettem, mert nagyon megkívántam, viszont van még egy könyv, ami egy másik órára kell, ez szociográfiára kell, és ebből is előadást tartok jövő héten, és ha ebből ma nem olvasok, már másnap van, szóval hajnali egy van egyébként, ha ebből nem olvasok most 44 oldalt el, akkor kb. Lehetetlen, hogy elolvasom addig, amíg előadást kell ebből tartanom, úgyhogy még valahogy megpróbálom nyitva tartani a szemem, és ebből elolvasni 44 oldalt. Amúgy kitakarítottam a lakást, most este, azért, hogy ne kelljen tanulnom. Ilyenkor így bármi jobb, mint az, hogy rászálljam magam, hogy tanuljak. Jó, de amúgy igazából büszke vagyok magamra, mert egy előadásra majdnem teljesen felkészültem. Ha most ezt a 44 oldalt elolvasnám, akkor mindennem meg lennék, amit mára szántam. Még ezt gyorsan megpróbálom elolvasni, és beteszek még egy adag mosást szerintem, azért, hogy az is motiváció legyen, hogy ne aludjak el, hogy fel kell kelnem kiteregetni, úgyhogy igen, ilyenekkel motiválom magam így 22 évesen. 44 oldal helyett 32 oldalt olvastam el, de most már hajnali 3 van.
Amúgy tegnap vettem egy ilyen alvó maszkot, ami nagyon tetszik nekem, úgyhogy most ebbe fogok aludni. Jó éjszakát, holnap reggel találkozunk. Na, ez a mai szett. Kényelmesbe szeretnék lenni, mert igazából ez csak egy vasárnapi nap, és tegnap előtt vettem egyébként ezt a melegítő szettet, és tudtam, hogy ennek az lesz a sorsa előbb vagy utóbb, hogy minden második nap ezt fogom felvenni, ugyanis nagyon régóta kerestem egy olyan melegítő szettet, aminek igazából nekem a gatya alja mindig a kérdéses, mert valahogy nagyon nem mindegy, hogy ott alul, hogy áll a meghúzás, vagy az a gumi része. Tudom, lehet, hogy egy kicsit furcsa vagyok, de nagyon nem mindegy, hogy az hogy néz ki. És végre találtam egy megfelelőt, egyébként a Pull&Bear-ben vettem, és ennek tökéletesen áll az aj része is, így éreztem, hogy nem fog kinyúlni, illetve a pulcsi részét is szeretem. Egyébként eredetileg nem feketét szerettem volna vásárolni, hanem valami színeset, de aztán rájöttem, hogy egyrészt nem találtam olyan színeset, vagy olyan színűt, ami nekem kifejezetten tetszett volna, másrészt a fekete az mindig a legkomfortosabb, szóval így tudtam a legkomfortosabban kialakítani ezt a szettet, hogy még fekete színű is, tehát bármikor van kedvem hozzá felvenni, stb. És pont ettől félek, hogy ezért minden második nap ez lesz rajtam, akár az iskolában is. A mai programok. Elmegyünk fodrászhoz, aztán találkozom anyával, és elmegyünk szavazni. Nagyon fontos témára, amikor ezt látjátok, a véleményeteket nem tudom befolyásolni, de utólag is elmondom, hogy szerintem nagyon fontos elmenni szavazni. Aztán délután érkezik a Lala, szóval ma mindenféle izgalmak lesznek, amik a tanulás rovására fognak ugyan menni, már előre látom, de valamennyit szeretnék tanulni, ugyanis holnap lesz egy ZHM számítógépes adatelemzésből, már hétfőn reggel 10 órakor, úgyhogy azt még át szeretném nézni, de hál' Isten egyébként előző héten összeültünk így többen tanulni, úgyhogy azt már így átnéztük, meg átgyakoroltuk, meg az nem is ilyen magolós, mert használtunk jegyzetet hozzá, mert van egy program, az SPSS, amin belül kell megoldanunk feladatokat, szóval ez inkább gyakorlati tárgy, mint elméleti, amiket én sokkal jobban szeretek, ugyanis nem az van, hogy ülök és magolok, hanem csak az, hogy többször elismét. Szóval csak annyi a feladat, hogy be kell gyakorolni. Úgyhogy, ja, arra is délután vagy este szánok időt, de szerintem az menni fog. Úgyhogy igen, most indulás a fodrászhoz. Szavazás is letudva, meg vagyunk. Anyát is hazakísértem, miközben egy tök jót sétáltunk, meg beszélgettünk. Olyan jó, amikor anyával így belefújunk ilyen témázásba. Nagyon szeretek anyával így témakifejtősen beszélgetni, mert értetek, hogy mire gondolok, hogy így hosszan beszélgetni valamiről. Megyek hazafelé, és otthon egyébként gyalog jövök haza anyától, természetesen, hogy minél több időt pocsékoljak el, és ne kelljen még leülnem tanulni, úgyhogy, de ha hazaérek, akkor muszáj lesz. Délután 5-6 körül jönne hozzám a Lala, aki nálam is alszik, és reggel megy a Egerbe, szóval csak ilyen átutazóban van, megkértem, hogy segítsen nekem egy fotót elkészíteni Instagramra. Hozzá megyek ki majd a keletibe 17:45-re, azt hiszem, arra ér be a vonata, úgyhogy még ilyen programok várnak ránk, és el fogunk menni shoppingolni is, hogyha megcsináltuk ezt a képet, szóval a nap további része is nagyon jó lesz. Megnézhetitek, hogy keltem fel az Ilona, ugye szegény Ilona nem hall egyáltalán semmit,
És ilyenkor, hogyha így próbálok mindig óvatosan hozzáérni, hogyha megérkezem, és így alszik, mert ugye nagyon megijed, ha hozzáérek, de hogyha óvatosan hozzáérek, akkor is így fel fog sikítani. Szóval egy csak én vagyok. Na jó van. Na közben ugye hazaértem, és a tanár úr tök kedves volt, mert az egyik feladatot, amiből holnap lesz ZH, átküldte ilyen videó formátumban, és így le tudom írni, hogy lépésről lépésre mit kell csinálni. Úgyhogy ez szuper, úgyhogy most ezt kiedzetelem, és utána átnézem az egész anyagot, és remélem, hogy menni fog a holnapi ZH. Közben amúgy anya is megjegyezte, hogy nem fagyok-e meg, úgyhogy most a Lalához kimegyek a Keletibe, ehhez már ebben a kabátban, ugyanis egyébként nem fagytam meg, szerintem én alapból jobban viselem a hideget, mint más emberek, de most már elkér egy kabát, úgyhogy indulok a Lalához. Jó napot! Jó napot, jó napot! Szia! Milyen utad volt? Fú, nagyon jó, még dolgoztam. Szuper! Na Lala segített nekem befotózni a képeket, most megy a javában a szerkezgetés, meg kicsit belejogott a tükör, meg ilyenek, és ezt nem szeretném, hogy érvényesüljön, Lala pedig most ezzel kilódik, de minden perce megéri. Nem ez a móda megfelelő rá. Na közben beesteledett, de még pont van egy pici időnk, úgyhogy Lalával úgy döntöttünk, hogy lejövünk egyet shoppingolni, még így ránézünk a dolgokra, mert a Lala is szeretne új cuccokat, én meg ebben mindig benne vagyok, úgyhogy verárjú. Úgyhogy igen, kicsit még nézelődünk, még kb. Van egy bő egy óránk erre, aztán bezárnak a boltok, de még gyorsan erre is jutottuk. Köszönöm szépen a segítségedet a képhez. Igen, majd csekkoljátok én is, mert nagyon cukik lettek. Na hát ez egy kifejezetten gyors kör volt, ugyanis most eszméltünk rá. Én nekem ez eddig a fejemben sem volt, hogy vasárnap csak 8-ig vannak nyitva ezek az üzletek, nekem 9-ig. Én nem tudom, miért hittem azt, hogy 9-ig. És nagyon fura is, mert meg voltam róla győződve, hogy 9-ig vannak nyitva. De legalább nem veszünk semmit. A vacsinkat a Lala anyukája támogatta, akinek innen is nagyon köszönöm az étket. Mondja, ez tényleg tetszik, hogy gondolt rá, és nekem is gondolt. Nyami. Na jó, hát még annyi van hátra, hogy megvágjam ezt a videót, utána a könyvet fogom mindenképpen folytatni, és még átnézem a holnapi számítógépes adatelemzés ZH-ra a dolgokat, és remélem menni fog. Szurkoljatok nekem a jövő héten, ti ezt a videót hétfőn fogjátok látni, ma a vasárnap van, szóval holnap. Szurkoljatok nekem a jövő héten, hogy minden sikerüljön és minden menjen, mert szeretném, hogy jól sikerüljenek a dolgok, úgyhogy mi már Lalával csak a választás eredményeit fogjuk figyelgetni, megnézzünk esetleg egy filmet, valami ilyesmi fog történni, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, sziasztok, szép hetet nektek!